Mit vett a szájába kiskorában Enikő? A. Macskaürüléket, B. a nagypapa protkóját, vagy C. homokot. Ezt nem lehet kihagyni. Mind a ketten úgy gondoljátok, hogy a nagypapa protkóját, de nem, hát most akkor... nézem belőle, hogy poénból bevetted. Mert ugye ez így is volt. Tehát, hogy nem tudom, hány éves lehettem, de még nagyon kicsike. És hát láttam, hogy ott ázik a pohárban. És hát mondom, akkor ezt én így kipróbálom, hogy akkor ez most milyen így, és azt hiszem keresztanyámhoz mentem oda, mert ő egy háztartásban élt él a nagyszüleimmel, és lényeg a lényeg, hogy mentem felé már úgy, hogy a protkó a számba volt, és mondtam neki, hogy nézd, a keresztanyú, mi van a számba? És a mai napig ez ilyen, akárhányszor vagyok otthon, ez szinte mindig előjön ez a sztori. De hát mondták, hogy jaj, hát kislányom, hát mit raktál be, meg jaj, ez nem arra való, meg ezt nem úgy kell. Úgyhogy hát... De gondolom nevettek rendesen. Persze, hát szakadtak a röhögéstől, tehát hogy nem... De mit tudom én, engem szatyorba is raktak, és tényleg, tehát hogy befértem egy ilyen nagyobb méretű szatyorba, és akkor abba beleraktak, akkor én folyamatosan másztam, jöttem, mentem, törtem össze magam mindig. De nekem pont ettől volt jó a gyerekkorom, hogy ennyi hülyeséget megcsináltam.